Évek óta kétnapos rendezvényel ünnepli a város a szüreti időszakot, a Városi Művelődési Központ előtti teret megtöltötték az érdeklődők. Napközben kulturális műsorokkal és programokkal várták a közönséget, este pedig a bulizósabb koncertek következtek. A rendezvénysorozat legfőbb értéke, küldetése a hagyományőrzés, a város és a környező települések értékeinek bemutatása a nagy közönség számára. Azt vettük észre néhány évvel ezelőtt, hogy a város legnagyobb rendezvényévé, legnépszerűbb, leglátogatottabb rendezvényévé nőtte ki magát a szüreti napok, amelyik két napos, egy sokszínű, tartalmas rendezvény, szól a hagyományokról is, és a szüretnek ezen a vidéken, tehát Tolna megyében szinte mindenhol komoly hagyományai annak. A szüreti fesztiválok egyik legfontosabb eleme a hagyományőrzés. Néptánccsoportok, népzenekarok főszerepet játszanak ebben a programban, de természetesen gondolunk mindig a fiatalabbakra, gondolunk azokra a stílusokra, amelyek nagyobb nézőszámot vonzanak, és amit még kiemelnék, hogy mindenképpen főszerepet kapnak azok az amatőr művészeti közösségek, amelyek a városban vagy a város környéken működnek. A rendezvényen a Csokonai díjas és Tolna megyéért díjas Tamási koncert fúvós zenekar, a Babics Mihály díjas Pántlika néptánc együttes, a Bogyiszlói zenekar és a Bogyiszlói hagyományőrző egyesület műsorát láthatta a közönség.